200 résztvevője volt a muzsiai katolikus plébánián megtartott családfesztiválnak. Az ünnepi szentmisét a Mária neve plébánia templomban Németh László nagybecskereki megyés püspök mutatta be. A felnőtteknek előadást tartottak, a gyerekek részére pedig egész napos oratóriumot szerveztek. Így fogadták a szabadkai nagytrádosokat a Múzsai Mária neve plébánia templomban. Szabadkáról 40 fővel érkeztünk ide Múzsiára, a Múzsiai Családegyesület meghívására, és nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk. Tavaly évben már voltak közös programjaink, tulajdonképpen két évvel vagyunk kapcsolatban az itt tenni házigazdákkal, és nagyon komoly feladatunknak tekintjük azt, hogy mi a szórványt erősítsük. Tehát, mint nagycsaládos egyesület, amellett, hogy a családot szeretnénk erősíteni, a keresztény értelembe vett családokat, különösképpen a nagycsaládokat, ahol három és több gyermek van, mindemellett fontos feladatunknak tartjuk a magyar kultúra és a magyar identitás erősítését, és úgy gondolom, hogyha a szálak erősödnek, tehát egymás rendezvényeire eljutunk, egymást megismerjük, akkor együtt tulajdonképpen ebben is könnyebben tudunk majd munkálkodni. A család legyen a szeretet közössége. Ferenc pápának ezzel a jelmondatával szerveztek családfesztivált a Múzsai Katolikus Plébánián. A találkozóra nem csak nagycsaládokat hívtak meg, hanem mindenkit, aki számára fontos a családi értékek megőrzése. Múzsia második alkalommal volt házigazdája a rendezvénynek. A helyi családok mellett Szabadkáról, Tordáról, Mohorról, Székelykevérről és Nagybecskerekről is érkeztek vendégek. Azokra a magyar családokra gondolunk, és azokat is hívtuk meg egyházmegyénk területéről, akik bátorítják a többieket az itt maradásra, mert tudjuk, hogy mekkora az elvándorlás. Cél az, hogy a családi értékeket a keresztény értékekre alapozzák a nevelés terén. A rendezvény a családra, az összetartozásra, a házasságra, a gyerekvállalásra, a szülőföldön maradásra, a keresztény értékekre helyezi a hangsúlyt, valamint arra, hogy a nagycsaládokat kiemelten pártfogolja. Az egyház szeretné megerősíteni a családot, mint intézményt. A család az egy férfi és nő kapcsolatán alapszik, és Jézus óta, aki elküldte nekünk feltámadás után szent lelket, szentségként kezeli a katolikus egyház a házasságot, ami azt jelenti, hogy Isten külön kegyelmet ad a házaspároknak, hogy együtt tudjanak élni, hogy mindig boldogan tudják átvészelni a legnehezebb problémákat is. Az egyháznak a feladata ebben, hogy segítsen az embereknek, hogy méltóképpen tudják leélni az életüket. Tehát az egyház, most én arra gondolok, hogy nem csak a papok szerzetesek, hanem mindenki, tehát a társ családok is, azért van ez a mai találkozó, segítség egymást a küzdelmekben, nehézségekben, örömekben, hogy legyenek közös programok. Az egyháznak, meg különösen a tanítóhivatalnak most azt mondanám, feladata,
hogy megoldást találjon olyan új kihívásokra, amelyekkel előtte nem nagyon találkoztunk. Tehát a 20. század hozta a válásnak a gondolatát és jogi rendezését, a civil válás, amely függetlenül az egyházi törvénytől van és érvényes továbbra is. Erre az egyház még nem talált választ. A család megerősítésében az egyháznak nagy feladata van. Kezdve a fiatal házasok megsegítésétől, a gyereket egyedül nevelő szülők támogatásáig, de nem elhanyagolható az özvegyek helyzete, és még sok egyéb családdal kapcsolatban felmerült probléma sem. Mi nekünk nagyon nagy ellenszéllel kell küzdenünk, mert sok mozgalom pontosan ez ellen küzd, a családnak, az intézménye ellen, viszont reménykeltő az, és nem elveszett az ügyünk, hiszen jó Istenhez fordulunk. Imádságban imádkozunk a családokért. Püspökség is nyomtatott egy ilyen szent család üdvözlőlapot, amelynek a hátlapján van szép imádság a családokért. Azután foglalkozunk a házaspárokkal, különböző mozgalmak, különböző találkozásokat, találkozókat szerveznek, ahol előadások vannak a házas pár szeretetéről, egymáshoz tartozásáról, és mondjuk én inkább a házashétvégés mozgalomban vállaltam szerepet, előadásokat tartunk, és az eredeti szeretetre akarjuk vezetni a házas párokat. Az egyik filmben, aminek az a címe, hogy a tűzálló szerelem, fireproof szerelem próba, így is lehet fordítani eztet. Azt mondja az egyik főszereplő, hogy ha a rózsát nem öntözzük és nem gondozzuk, már a feleségekre vonatkozik, mert férfi mondja, akkor az elhervad és elpusztul. Az ilyen találkozók, rendezvények célja a magyar családok ösztönzése a szülőföldön maradásra. Nehéz társadalmi körülmények között élnek az emberek, ezért sokan fel is adják, elköltöznek, menekülnek a házasságtól, vagy a már megkötött frigytől is. A hullám meg fog állni. A hullám most még nagy, most még erőteljes, és várható az, hogy jön a visszahullám is, a visszacsapó hullám. A megtörtek, a sikertelnek nem jött össze, gyerünk vissza, mert mégis otthon van egy nagyszülő, egy szülő, egy ház, valamit mégis tudunk csinálni. Hát most a lelkesedés, a láz nagy, ugyanakkor a csalódás és a kudarc ugyanúgy óriási, és várható, hogy ez még nagyobbá válik. Nem vagyok ebben túlzottan optimista. Azt gondolom azért, és viszont feladással sem vagyok. Hát ifjúsági misszióval foglalkozunk, ifjúsági életvezetés oktatással, olyan fórumokat építünk, csinálunk, amely viszont igyekszik hálót vetni és kapaszkodókat adni a még itt maradott fiataloknak, életerős, érett felnőtteknek, másként gondolkodást, mert ez mind ott kezdődik, hogy kezdek másként gondolkodni, reményteljesen gondolkodni. A Jóisten azt mondja, a Bibliában írja Jeremiás prófétánál, hogy nem pusztulást és romlást tervezek felületek, hanem reményteljes jövőt adok nektek. Ha kerestek, megtaláltok, és én helyreállítalak titeket. Hát a reményteljesség egy ígéret. Ha én belekapaszkodok egy ígéretbe, és van hitem ezért tenni, ezért megtenni, ami rajtam múlik, akkor tudunk változtatni dolgokat. És most nem társadalomba kell gondolkodnunk, hanem saját magunknál kezdve, a családunknál kezdve, a gyerekeinknél kezdve, a házastársunkkal kezdve, és ez, ha elindul, mint változás, begyűrűzik, és a másikat is magával ragadja. Látom a fiatalokon, akikkel dolgozom, akikkel foglalkozom, elmondják, beszélnek, hívnak magukkal másikat. Mert generálódik, kovászként elkezdi dagasztani azt a lelapult tésztát, amiből aztán egy finom kenyér kisüthető. Én ebben teljes bizakodással vagyok. Ugyanakkor azt is tudom, hogy csapatmunka ez. A gyerekekkel animátorok, mozdulattervezők foglalkoztak, akik külön készültek erre az alkalomra. Körülbelül 30 animátor van. Most a Családfest alkalmából összegyűltünk és oratóriumot tartunk a piciknek. Hát körülbelül 60-70 gyerek gyűlt össze. Jöttek Szabadkáról is. Próbálunk a gyerekeknek minél érdekesebb programokat szervezni, hogy nekik is érdekes legyen.
állandóan járunk továbbképzésekre, hogy újabb és újabb játékokkal tudjuk őket lefoglalni. A gyerekek részére oratóriumot szerveztek és színelőadást mutattak be, de számos játékos és ügyességi foglalkozáson is részt vehettek. Rajzolunk, játszunk, egykerekű biciklizünk, gólyalábozunk és kézipatizunk. Én kitűnőre értékelném, hogyha ilyen iskolába járnánk, kitűnőnek, és jól érezni magunkat itten, nem pedig bent ülni egész nap. A felnőttek részére két előadást tartottak. A házaspárok kapcsolat erősítéséről és a nevelésről a családban. A fesztivál az ismerkedést és a közösségépítést szolgálja. Nagyon élvezzük itt ezt a mai napot a Muzslán. Hát sokat jelent nekünk az ilyen jellegű rendezvények és találkozások, hiszen ugye így a gyerekek is új dolgokat tanulhatnak meg, új helyekre eljuthatunk, és mindegyütt játszhatunk. A családközpontú rendezvények iránt megvan a kellő érdeklődés a vajdasági magyar családok körében. Három kislányom van, és mind a három itt van, várnak rám, és éppen játszanak, ahol nagyon jól érzik magukat, nagyon tetszik itt nekik. Látom, a nagyok az Agykirály Katonában nagyon benne vannak, ha bár még nem játszották ezt a játékot, a kicsi pedig rajzol. Hát őszintén megmondom, nem sokszor voltunk még ilyen rendezvényen. A férjem ment, én nem, mert a kicsi még kicsi volt, és én otthon maradtam vele, de nagyon elégedettek vagyunk, meg minden. Jó a szervezés, és eddig legalábbis, amit láttunk, kicsit késtünk, de azért jó volt a templom, és nagyon tetszett a templom, a gyermekkoros főleg. Muzslán már szokássá vált a családok rendszeres találkozása, nagyobb ünnepségek, de egyéb alkalmakkor is egybegyűlik a közösség. Sokat társalgunk együtt, a gyerekek is ismerik egymást már, és együtt játszanak, úgy mondjuk az oratóriumokkal is, amit Sztolyán atya rendez, ez évek óta tart, és összetartja a muzslai családokat, a nagy családokat, azokból kevés van, legtöbb az három gyerek, itt nálunk nem szokás, hogy több gyerek legyen, nem, hogy nem szokás, hanem ilyen a helyzet évek óta. A munka mellett én dolgozom gyárba, férjem is,
és nehéz a gyerekekkel, ha nincs segítség. A muzsai plébánián a szolgálatot teljesítő szalézi szerzetesek évek óta különféle rendezvényeikkel kívánják összetartani a bánáti, illetve a vajdasági családokat. Nem véletlen, hogy a muzsai plébánia sűrűn a magyar családok közös rendezvényeinek a helyszíne. Próbáltunk összeállítani egy programot erre az évre, egy nagy terv, ugye, sok megmozdulás volt, és ezek közé beiktattuk a mai napot is, hogy egy családfesztet szervezzünk meg. Nagyon jó visszhangra találtunk, úgy a püspökatya, úgy a bánsági papok jóvá hagyták ezt, vagyis támogatják ezt, mert olyan helyzetben van a mai család, hogy szükségük van ilyen találkozókra, véleménycsere, támogatás, ugyanazokról a témákról lehet elbeszélgetni egy török-topolyai családdal, házaspárral, mint egy verseci. Tehát a problémák ugyanazok. És ezek az ilyen találkozók, tudjuk, hogy nagy támogatás a szülők számára, akik nevelnek gyereket, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyerekeiknek jó szép élete legyen, szép életük legyen, szépen fejlődjenek. Tehát ez a cél ennek a találkozónak, ennek a családfesztnek, és örülünk, hogy ennyien összejöttek. A számításaink szerint 200-an vagyunk együtt a gyerekekkel. A rendezvény közös ebéddel és körmenettel zárult.